vezényeik a honvédséget a határra. A stúdióban Torockai László. A mi hazánk elnöke, jó estét! Jó estét, Jánk! Az igaz, hogy több kilométernyi határszakaszon nem áll már a kerítés? A déli határon? Azt azért nem mondanám, hogy több kilométernyi szakaszon, de hogy simán át lehet rajta járni, azt sajnos kijelenthetem. Rengeteg olyan videófelvételt készítettünk mi is, illetve az Ásotthalmi önkormányzat mezőrei, ahol látható az, hogy meg van bontva a kerítés. Ha nem éppen létrával, akkor létra nélkül is át tudnak jönni, egyszerűen csak kinyitják. Jönnek? Jelenleg özöllenek. Özöllenek. Az mit jelent? Tehát özöllenek az 10 000 ember, meg 10 is mit jelent ez? Nagyon nehéz ugye ezt megszámolni, hiszen 176 kilométeres határszakaszról beszélünk. Én azt tudom elsősorban elmondani, ami Ásotthalom, Mórahalom, Röszke, tehát a Csongrád, Csanád vármegyei szakaszra jellemző, ott százával, ezrével jönnek. 2015-ben sem volt, én azt gondolom, ennyire súlyos a helyzet, ugyanis a legfontosabb különbség 2015-höz képest az az, hogy most már felfegyverzett bűnbandák, korábbi migránsokból, főként afgánokból és szírekből álló bűnbandák jöttek létre, akik illetvideszerűen ott élnek a magyar-szerb határon, alapvetően a szerbiai oldalon, de ők szervezik ezt a migrációt, elképesztő pénz és bevétel van ebből, ebből hoztak létre olyan bűnszervezeteket, akik együttműködnek a szerbiai advilággal, nyilvánvalóan rendőröket szerintem a határ mindkét oldalán megkennek, tehát korrupció is van a mögött az egész mögött, létezhetetlen, hogy nem tudod. A magyar rendőrséget is ezzel vádolja? Hát én nem, a rendőrséget nem vádolom ezzel, de hogy az nem természetes dolog, hogy pontosan tudják, ezt mi látjuk, akik ott élünk a tanyavilágban a határ mellett, pontosan látjuk azt, pontosan tudjuk azt, hogy szervezetten úgy jönnek, hogy amikor a rendőrök nem azon a határszakaszon vannak, akkor ott jönnek be, tehát valahonnan vannak információk, de nézze, olyan de várjál, ez hogy olyan piac, hogy óriási nem azon a határszakaszon vannak. Hát a határszakaszon nincs folyamatos védelem? Hát ez a fő problémák, azért szeretnénk, két ok miatt szeretnénk a honvédséget a határa. Nagyon régóta kérem ezt a kormánytól, többször felszólaltam ez ügyben a parlamentben, legutoljára a Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára, szerintem elég cinikusan azt válaszolta, miután jeleztem, hogy a helyi rendőröktől származó információim alapján azt a parancsot kapták a rendőrök, hogy ha lőnek rájuk a határszakaszon, akkor onnan el kell menekülniük. És ezt az államtitkár beismerte a parlament az ország nagy nyilvánosság előtt, hogy igen, ez így van, értsen meg a rendőröket, hiszen azért kapták ezt a parancsot, mert nekik is van családjuk. És mi van azzal a több ezer magyar állampolgárral, aki ott él abban az övezetben, a határ közelében, akiket magára hagynak, magukra hagynak. Nekik nincs fegyverük, nincs joguk, nincs hatáskörük tüzelni, nem is tudnak mivel tüzelni. Mert hát nyilván a rendőr erre esküdött föl, de azzal én is egyetértek, hogy nem a rendőrök életét kellene kockára tenni. Hát látom, hogy most már a rendőrségi járművek is ugye ilyen védőráccsal vannak körülvéve, és már nem javítják az összetört rendőrautókat, azzal járőröznek, nincs elég rendőr, saját szememmel láttam a saját tanyámból, ahogy egy órán keresztül ott állt 600 méterre egy rendőrautó, és végignézte, ahogy több százan özönlenek be a kerítésen keresztül, egyszerűen azért, mert nem mert oda jönni, hiszen még egyszer mondom, gépkarabélyokkal lőnek rájuk. És ebben a helyzetben az államtitkár azt mondja, hogy ezt értsen meg, hogy az a parancs, hogy a rendőr akkor hagyja el a határt. Hát nem, tehát alkotmányos kötelességét nem látja el a magyar kormány jelenleg, és ezért mondtam, hogy ha lőnek, akkor páncélozott harci járművekkel kell oda menni a honvédségnek. Tehát ez nem egy normális állapot, hogy ezt az anarchiát, a törvények kívüli állapotot a kormány lehetővé teszi. Azt ön érti, mert hogy a magyar kormány büszke arra, hogy Szerbiában milyen kitűnő a kapcsolata. Hogy az ügyben miért nem jár el a magyar kormány, a szerb oldalon ezeket az embereket miért nem állítják meg? Ezt a kérdést többször föltettem, nem kaptam rá választ a parlamentben sem. Miért jó a magyar kormánynak az, hogy fel tudja mutatni azt, hogy jönnek a migránsok? Ez miért jó? Hát nagyon sokszor elmondtam már az én teóriámat, hogy a Fidesz ezzel nyeri a választásokat most már jó ideje ezzel a migrációs krízissel, és a Fidesznek fontos az, hogy ő fenntartsa ezt a helyzetet, hiszen mi, akik ott élünk a déli határ közelében, mi látjuk a saját szemünkkel, hogy nem működik sajnos jelenleg a határzár. Azt is tudjuk, hogy mi lenne a megoldás, ugye egy tüntetést, egy demonstrációt szervezek most már végső elkísérelésemben az ásotthalmi helyi lakossággal, tehát nyilván várjuk a mórahalmiakat, röszkeieket, minden határnak település lakosságát, mert azt látom, hogy a parlamenti lehetőségeim, eszközeim azok elfogytak, és ezzel próbálunk, ugye hetekkel ezelőtt már elkezdtük szervezni, bejelentettük a rendőrségre, mert hogy abnormális az is, azt azért hagyd tegyem hozzá,
hogy magyarok ezrei, akik törvénytisztelőek, útlevéllel át akarnak kelni a magyar-szerb határon, órákat várakoznak, nyáron vagy akár most jönnek majd az ünnepek karácsony környékén, család látogatásra mennek, és van, hogy 8 óra hosszát várnak a határon a törvénytisztelő állampolgár, aki pedig nagy ívben tesz a törvényekre, útlevél, papír és minden nélkül sokszor fegyver a zsebében jön át, az illegális hatásait, azt pedig simán bejöhet. Na ezért a félpályás november 11-én délután 3 órakor kicsit lassítjuk a forgalmat, de ez csak az első lépés, hát ha kell, akkor elmegyek odáig, hogy mi magunk zárjuk le a határt. Egy aktuális, egészen más kérdést hozzásak fel, nem érzi ön gólnak, hogy a Nemzeti Múzeumban nem mehetne be a 18 éven aluliak megnézni egy kiállítást? Akik egyébként mind meg tudják nézni a kiállítás képeit az interneten. Hát szerintem itt a legfontosabb kérdés az, hogy egyrészt egy volt fideszes államtitkár, Hersimon László által vezetett Magyar Nemzeti Múzeumban egyáltalán hogy kerülhet sor egy ilyen kiállításra, miért kellene gyerekeknek vagy 18 év alattiaknak ilyen homoszexuális képeket mutogatni, amit ráadásul azzal az indokkal állítottak. Ezek homoszexuális képek, ezek öregek otthonában készült. Homoszexuális öregek otthonában, ahol magas sarkúban rúzsozzák magukat a férfiak, már ne is haragudjon. És az a hivatalos verzió, az volt az indoklás a Magyar Nemzeti Múzeumban, a nagyon képmutató fideszes politikus által vezetett Magyar Nemzeti Múzeumban, az volt az indoklás, hogy ez a nemzetközi sajtófotó kiállítás, ez azért foglalkozik ezzel az LMBTQ, a nem tudom, mit hagytam ki a felsorolásból, közösséggel, mert 2022 legfontosabb témája az őket ért erőszak. Én nem tudom Magyarországon tavaly vagy idén milyen erőszak ez érte, milyen támadás ért az LMBTQ, stb. Közössége. Ez fotó benne van a nevében, ez a világról szól. De ez meg a Magyar Nemzeti Múzeum, és 2022-ben szerintem ennél sokkal fontosabb világesemények zajlottak, alakul az új világrend, a harmadik világháború küszöbén vagyunk, Ukrajnában háború tört ki, Magyarországon soha nem látott, vagy legalábbis nagyon régen nem látott inflációs helyzet van, az emberek nem tudnak megélni, ezek a fontos témák. Én nem hiszem, hogy túl sokan vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk Magyarországon az LMBTQ nem tudom milyen közösség elleni erőszakkal kellene 2020-ban. Hát a művészet szabad azzal foglalkozik, amivel akar, egyébként azokkal is foglalkozik, amit elmondtam. Ráadásul a Fidesz, hogyha ezzel kampányol, meg ilyen törvényt hoz, akkor legalább akkor vegye is komolyan. Ez pont olyan, a kettő téma mégiscsak kapcsolódik, mint a migráció. Hogy a Fidesz ezzel nyeri a választásokat, valójában nem állít meg senkit a határon. Addig próbálkoznak, ugye a rendőrség visszataxizza őket a kerítés másik oldalára, míg a végén csak bejutnak az Európai Unióba, és Magyarországon azért nem maradnak, mert nem a sajnos nem a kerítéssel, addig, amíg nem lesz olyan jogszabálymódosítás, amit ugye a Mi Hazánk mozgalom szeretne, és visszataxizzák a migránsokat, addig nem ezzel védi meg a Fidesz Magyarországot a migránsoktól, hanem a sajnos nagyon alacsony bérekkel. Súlyos szavakat használt el Simon Lászlóra, úgyhogy meg kíváncsi vagyok, hogy ő reagál-e. Taruckai László, köszönöm szépen. Jön Krug Emília.